kiemelkedően teljesített a turizmus Magyarországon 2018 első három hónapjában. A megyében is növekedés tapasztalható, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az első negyedévben tavalyhoz hasonlóan a vendégészakák nagy részét a belföldi vendégek adták. Jellemző, hogy körülbelül a vendégforgalom háromnegyed részét adják a belföldiek, és egynegyed részét a külföldiek. A belföldi vendégek száma 10%-kal növekedett, az eltöltött vendégészakák száma pedig 6%-kal nőtt ebben a három hónapban. Ugyanakkor a külföldiek esetében azt látjuk, hogy 1%-kal több vendég érkezett, de valamivel hosszabbodott a tartózkodási idő, mert 7%-kal több vendégészakát töltöttek el. Megyénkben és országszerte is a legkedveltebb szállástípus a szálloda. Országosan a magyar vendégek 14%-kal több éjszakát töltöttek el a különböző szálláshelyeken a tavalyi azonos három hónaphoz képest, még a külföldi vendégek esetében is jelentős 8%-os növekedésről beszélhetünk. A legjelentősebb küldőországok az Egyesült Királyság, Ausztria, Olaszország és Oroszország voltak, viszont az Egyesült Királyság 2%-os csökkenésével ellentétben a többi országból érkező vendégek több éjszakát töltöttek országunk szálláshelyein. A vendégforgalom tekintetében Magyarországon Budapest kerületei állnak az első helyen. A települések esetében mi Budapest kerületeit is külön településként szoktuk kezelni. Így a top települések tulajdonképpen a legelső helyen áll Budapest a 5. kerülete, aztán ezt követi Budapest 7. és 6. kerülete. A 4. helyen Hévíz, majd Budapest 8. kerülete került az 5. helyre. Hogyha Budapestet nem kerületenként vizsgáljuk, hanem egy településnek veszük, akkor természetesen a legelső helyen áll Budapest kiemelkedő vendégforgalommal, és ezt követi Hévíz, Hajdúszoboszló, Bükk és Zalakaros. Szép kártyát a kereskedelmi helyek közül több mint 1700 helyen használhattak a turisták. Az első három hónapban közel 3,5 milliárd forintot fizettek ki szép kártyával a belföldi vendégek ezeken a helyeken. Ez 12%-os növekedést jelentett 2017 azonos hónapjaihoz képest.